úgy kezdődött, hogy polgári iskolát, mikor befejeztem, akkor kellett választani valamit. Milyen szakmát, hova menjek. És nekem a nyomdába könyvkötészet nagyon tetszett. És 1939-ben ipari tanuló szerződést kötöttünk. Aranymetszés csináltam, egyedül voltam az egész Dunántúlon, aki aranymetszést tanultam még, és csináltam. Adott volt, hogy a nyomdába menjek dolgozni. Tehát oda mentem ipari tanulónak 64-be, és 67-be szabadultam, de addigra már másfél éve linószedő voltam, tehát ólomszedő. Közgazdasági technikumba mentem, jelentkeztem, nyomdaipari technikumba, azt elvégeztem, műszaki tanári diplomát szereztem, de ezt mind munka mellett. 85-ben műszaki igazgató helyettes lettem, és 89-ben lettem azt hiszem igazgató, és 91-ben lettem ügyvezető igazgató. Hát hogy a szexeli nyomda nekem szakmai szempontból minden. 2 hónapja töltöttem ott az 50. évet. Én nagyon sok mindent elértem, ott csoda dolgokat műveltünk. Ami nekem nagyon fontos volt, egyrészt a kollégáim, és ami talán ennél fontosabb, a megrendelők részéről. Az az elismerés, amit kaptunk. Mert azért ez mindig társas játék volt, ez soha nem egy személynek szólt, ez kristálytiszta. Büszkeségem az, hogy amikor itt beállították a nyomdába a gépjort, egy kinyomott ívet behoznak oda, és elvágja a vágó véletre, utána nem nyúl hozzá senki, végigmegy, és becsomagolva a könyv kijön. Ez gyönyörű szép. Nagypapám is nyomdász volt, nagymamám is nyomdász volt, édesapám is nyomdász volt, és hát innen mondhatni azt, hogy egyenes út vezetett nekem a nyomdászathoz. Gyerekként is minden nap tényleg ezzel keltünk, ezzel feküdtünk. És valahogy amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor nem is volt kérdés számomra, hogy a nyomdaipari műszaki főiskolára fogok menni, és ezt a szakmát választom. A főiskola után egy évet dolgoztam itthon, mint minőségügyi vezető. Itt eltöltött egy évem alatt vezettük be a nyomdába ezt az ISO minőségirányítási rendszert, amit ugye a mai napig is működtetünk. Édesapámat nap mint nap láttam, és ez az alázat, ahogy ez a szakmához hozzááll, ez valami fantasztikus, és tényleg irigylésre méltó. Büszkeséggel tölt el. Az a tisztesség, hát ilyeneket nem mondanak ma már, tisztesség. A szexeli nyomda, azt mondhatom, hogy az első 5 legnagyobb könyvnyomda között van, úgy, hogy soha senkinek egyetlen fillérrel nem tartozott. Nem volt olyan, hogy a dolgozók egy nap késéssel kapták meg a fizetésüket, hogy bármilyen köztartozás vagy akár. Szóval soha semmi ilyen nem volt. És a mai napig nincs. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát az, hogy pontosak voltunk, tisztességesek voltunk, nem túl sokan csinálják ezt, amit mi. Nem azt mondom, hogy senki nem csinálja, de nagyon kevesen.
18 évig dolgoztam Pesten egy kiadóba, ott is vezetői pozícióba, tehát ott pont nekem volt a feladatom az, amit most mi csinálunk, hogy én tartottam a nyomdákkal a kapcsolatot és gyártattam. Biztosan állítatom, hogy nagy előny volt, hogy ennyi évet eltöltöttem a másik oldalon, hiszen én egy kicsit tudom azon a szemüvegen keresztül is látni a dolgokat. Én szerettem dolgozni. Én dolgoztam nagyon sokat. Hát jó nyom, de az, aki szereti a szakmáját, és aki mindent odatért, az az első. Mert művész, munka. Van az a mondás, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, ez is egyfajta írás. Én azt hiszem, hogy ez az emberiség kultúrájához hozzátartozik. Most nem akarok ebbe belebonyolódni, hogy egy CD, egy floppy, egy DVD az meddig, meg hogy. Az viszont bizonyított tény, hogy még most is a kolozsvári nyomdából Debrecenbe hoztak át 450 éves könyvet, ami 450 éve nyomtatódott, és megvan, és sok előnye, hátránya. Utálom az e-könyvet. Na, szóval az... Katával együtt kiszámítottam, most 130 éve dolgozok. Tradíció. Annak nagyon örülök, hogy részese lehetek egy ilyennek, tehát azért én azt gondolom, hogy ez nagyon kevés embernek adatik meg, főleg Magyarországon. Tényleg 150 éve létezik a nyomda, voltak más neve is előtte, de itt volt a nyomda mindig. Úgy látom, hogy azért az nagyon kifizetődő, hogyha az ember megbízható, pontos, az adott szó az nálunk tényleg szent, és ezt nálunk nagyon értékelik a kiadók. Tehát azt tudják, hogy ha a szexeldi nyomda azt mondja, hogy hétfőn szállítás, akkor ott, ha kisbicskák esnek a székből, akkor is mi meg fogjuk oldani, hogy az hétfőn le lesz szállítva. És ez fontos, hogy biztonságba éreztesse magát nálunk a megrendelő, és ebből nem is engedünk. Szerencsére nem kell nekem ebbe olyan nagyon beleszólni, mert működik, és jól működik. Büszkeséggel tölt el. Én itt megtaláltam a boldogságomat. Ez egy nagyon jó dolog.